halak, április első fele, pozitívum, negatívum és egy tanács. Nagyon fontos az április, hiszen napfogyatkozás lesz április 8-án. És bizony, hogy már itt benne leszünk abban a bizonyos karmikus folyosóban, ami március 25-én fog kezdődni a holdfogyatkozással. Ha valamire igent mondunk itt ebben az időszakban, ha valamit aláírunk, hát legyünk benne biztosak 1000%-ra, mert ha meggondoljuk magunkat, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztük, vagy ahogy elvártuk, nagyon nehéz lesz ettől megszabadulni. Ez 9 évig tarthat, vagy akár 18 évig. Ráadásul április 2-ától 25-éig a Merkur retrográd. A retrográd Merkur is azt üzeni nekünk, hogy nem érdemes valamilyen fontos szerződést kötni, vagy valamilyen értékes dolgot vásárolni. Műtétre menni például. Hát ha kell, akkor kell, az más dolog, mert lehet ott valamilyen bosszusság. Tehát mire jó ez az időszak, mire jó ez az április? Pihenni, regenerálódni, kikapcsolódni, feltöltődni, keresgélni, válogatni, tervezni. Na erre nagyon jó. És belevágni abba a bizonyos nagy dologba májusban. Na most, holdfogyatkozás, napfogyatkozás. Nagyon dominál a pénz itt a halacskáknál. A holdfogyatkozás az a 8-as szektor, a nagy pénz. A nagy pénz, az idegen pénz, ami nem a miénk, mégis a rendelkezésünkre áll, ez a párunknak a pénze lehet, a banknak a pénze, biztosítás, lottónyeremény is lehet, de lehet egy örökség, viszont a krízis helyzet is ide tartozik a 8-as szektorhoz, az élet és a halál szektora, hiszen a Plutónak a szektora, az ezotéria ide tartozik, a pszichológia. A napfogyatkozás viszont a 2-es szektor, a pénz, az önértékelésünk, a táplálkozás is ide tartozik, de konkrétabban majd elmondom külön a videókban. Na nézzük, pozitívum. Pozitívum, 8-as vízenergiát kapunk. 8-as, a 8-as szektor azért dominálott holdfogyatkozás. 8-as kelyhek, vízenergia, a ti energiátok. Gyógyító vízenergiát kaptunk, egy pozitív, gyógyító vízenergiát kaptunk, mint az életvize. Ha ez a kártya kijött, akkor már itt valamit eldöntöttünk. Ez a dolog már régóta húzódik, már régóta úgymond kattok rajta az agyunk, a szívünk már régóta ezt akarja, ezt a változást akarja. Már ott, ahol vagyunk most ebben a pillanatban, ebben a helyzetben, kinőttük. Mi viszont fejlődni akarunk. Ez lehet párkapcsolat, ez lehet munkahely, tehát itt fejlődni akarunk, valamilyen változás várható. Nézzük csak tovább. Mi lehet itt? Király! Mindenkinek, egész áprilisban. Olyannak kell lenni, mint ez a király mindenkinek. Ez a király maga az ész, maga a logika, a józan ész, az okos döntés, a logikus döntés. Hát ilyenek kell lenni ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Itt ez a vízenergia összefonódik a levegő energiával. Tehát amit az ész diktál, ugyanazt mondja nekünk a szívünk is. Jó lesz az a döntés. Jó lesz. Meghozzuk azt a bizonyos döntést. Dönteni fogunk, és jól döntünk. Valakinek ez a kártya azt üzeni, hogy egy ilyen személy fontos szerepet fog játszani az életében. Ez lehet orvos, ez lehet ügyvéd. Mert a kardok, ez maga az egészségügy, szúrós eszköz, a tűk például ide tartoznak, a sebészet, fogászat ide tartozik, vagy a kard maga a dokumentum, tehát ügyvéd is lehet.
aki segíthet nekünk. Nagyon gyakran ez a király vagy ikrek, vagy mérleg, vagy vízöntő lehet. Megyünk tovább. 9-es. 9-es tűzenergiát kaptunk. Tehát megjelent a tűz is, az akarat megvédeni magunkat, legyőzni az ellenséget, legyőzni a problémákat. Valaki akadályozhat itt minket, akadályozhatja ezt a sikert, ezt az előrehaladást, ezt a boldogságot, de nem, mi nem hagyjuk itt magunkat. Határozottan nem hagyjuk magunkat. Na, mi van itt? Így van, és kaptunk egy megerősítést. A diadalszekér. Egyenesen menetelünk a célokhoz, az álmokhoz. Fantasztikus, fantasztikus. Itt a lényeg, hogy ezeket a gyeplőket nekünk kell erősen fogni, és nekünk kell irányítani. És ha az egyik lovacska elhúz, akkor azt vissza kell húzni. A sötét lovacska mutathatja a sötét oldalunkat, a világos lovacska mutathatja a világos oldalunkat. A sötét oldalunk például a nagyon nagy tűzenergia elvihet minket, akkor vissza kell húzni. Okosnak kell lenni. Vagy például a sötét oldalunk lehet az irítség, a düh például. Vissza kell húzni. Muszáj, hogy mind a két lovacska együtt haladjon a sikerhez. De itt nagyon-nagyon céltudatosak vagyunk, és itt elhatároztuk, hogy már pedig én ezt a változást akarom. Én akarok fejlődni. Tehát itt nincs blacafaca. Itt nincs. Itt ezt eldöntöttük. Kard, ez maga az ész. Eldöntöttük a fejükbe, hogy én ezt akarom tenni határozottan. Na, mi van itt? 9-es kardok. Jaj, de jó, hogy ez a kártya a pozitívumra jött ki. Na most, ha valaki megsebez minket, fájdalmat okoz, mi ott hagyjuk. Nem fogjuk tovább vinni ezt a bizonyos szemét, vagy ezt a bizonyos fájdalmat. Kész, elegünk lesz, nem kell ez nekünk, nem hiányzik. A kardok maga az egészségügy, ahogy mondtam, ez lehet egy valamilyen egészségügyi probléma, amitől megszabadulunk. Nem hiába itt van ez a király, ez lehet orvos. A kardok maga a mentális állapotunk. Ez lehet akár depresszió is, amitől megszabadulunk. Az álmatlan éjszakák kártyája, valami, ami nem hagy minket békén, nem hagy elaludni, folyton ezen kattog az agyunk. Emiatt nem tudunk rendesen aludni, rendesen dolgozni, mert folyton ez a probléma egyszerűen belülről rág, és szétrág minket. Na most ettől mi megszabadulunk. Ott a 9-es, ez sikerülni fog határozottan, és itt a diadalszekér, tehát a győzelem, az itt van. A negatív gondolat is ide tartozik, tehát megszabadulni végre valahára ezektől a negatív gondolatoktól, tehát azok is nem hagynak minket békén. A negatív gondolat csak levisz minket, nem visz előre. Hát ettől megszabadulni, kész, ott hagyni a múltban, nem cipelni tovább. Márciusban itt van a születésnap. A születésnapunkkal újjászületünk, új energiára kapunk. És a születésnapunkkal egy ciklus befejeződik, és egy új ciklus kezdődik. Az új ciklusban már nem kell ezt tovább cipelni. A holdfogyatkozás, a napfogyatkozás, hát olyan energia, amit érezhetünk, plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap. Tehát ez a kirakás lejátszódhat májusban is, de akár márciusban is. Egyébként meg egész évben dominál ez a 2-es és a 8-as szektor. A 2-es és a 8-as szektor, a 8-as szektor, a krízis helyzet itt van. Megszabadulni ettől a szúrós krízis helyzettől.
Tehát egész évben dominál, mert a karmikus csomók ott vannak a 8-as és a 2-es szektorban. És a karmikus csomók miatt van holdfogyatkozás és napfogyatkozás. Tehát ez akár egész évben működhet ez a kirakás, meg ami még külön lesz. Nos, megszabadulni ettől az ördögtől, ezektől az ördögi láncoktól, ezektől a toxikus, fájdalmas, szúrós, ördögi láncoktól megszabadulni. Tessék, sikerülni fog. A függőség ide tartozik. Bármi, ami fájdalmat okoz, ami megnehezíti a dolgunkat, az életünket, ami szúr folyamatosan, ami mérgez minket. Hát itt a lehetőség megszabadulni. Egyébként az ördögnek van pozitív oldala is, például a nagy pénz, a hatalom. Ugye a 8-as szektor is a nagy pénz, hát az tipikus ördögi szektor, ha mondhatnám ezt. Ugye az ördög ez maga az alvilág, a 8-as szektor a Plutónak a szektora, viszont az alvilág istene. Hát ilyen ez a pozitívum, nagyon érdekes, megszabadulni valamilyen rossz dologtól. Hát ez nagyon jó, ez fantasztikus, ez zseniális, bármi is legyen az. Nem kell, nem hiányzik nekünk. Megyünk tovább. Negatívum. Mi az, amire oda kell figyelni? Mi az, ami hát egyszerűen nem kell nekünk? Nagyon érdekes. Kijött a hold. Kijött a teli hold. A holdfogyatkozás. Egyébként a ti kártyátok, a halaknak a kártyája. Az intuíció, a megérzés, a mágia, a misztikum, az itt van. És ez a negatívumra jött ki. Miért nem a pozitívumra? Figyelem, a titok ide tartozik ehhez a kártyához. Valami zajlik a háttérben, amiről még nem tudunk, amit meg kell tudni. Jó? Nem hiába mondom, hogy áprilisban ne másszunk bele valamilyen dologba, ne írjunk alá valamilyen fontos szerződést. Várjunk. Megbánhatjuk azt a bizonyos dolgot. Itt a titok, ott a teléhold. Ha valami van. Mi van itt? A király. A kelyhek királya. És ez maga a halak. A halak, tehát muszáj egy picit odafigyelni. Így el lehet kerülni ezeket a problémákat. Oda kell figyelni ezekre a jelekre, a megérzésekre. Kettes választás. Nehogy rossz legyen az a választás. Mert a hold ez maga, hát a sötétséghez köthető, a sötétben viszont nem látjuk pontosan a dolgokat. Meg kell várakozni áprilisban, meg kell várni, hogy felkeljen a nap, hogy világos legyen, hogy világosan lássuk azt a helyzetet, azt a szituációt. Itt is nem látjuk azt a valóságot, miért be van kötve a szemünk. Be van kötve, aztán le kell venni. Mind a két kártya azt üzeni, hogy hát valahogy ott a homály, valahogy ott a rózsaszín szemüveg, valahogy valami vagy valaki egyszerűen az elménket elhomályosítja. Valami van. Tehát mielőtt meghozzuk azt a döntést, vegyük le ezt a kötést. Valakiről lehet, hogy le kell szedni azt a bizonyos maszkot az arcáról, és meg kell látni az igazi arcát. Lehet, hogy valaki ezt nem akarja, lehet, hogy éppen komfortosabb
így, ilyen állapotban lenni. Nem látni a valóságot. Ilyen is van. És a kardok, ez maga a kommunikáció. Lehet, hogy valakivel nem akarunk konfliktusba keveredni. Ezért inkább, na, becsukjuk a szemünket. Uh-huh. Van itt valamilyen szúrós dolog. Uh-huh. Borotva élen itt táncolunk. A határozottan olyan energiát érzek itt, és a kártya pakli alja is ráadásul, tessék, a 8-as, a kardok, a félelem, a korlátozás, tehát valaki korlátoz minket itt. 8-as szektor, még egyszer mondom, a krízis ide tartozik. A retrográd Merkur, maga a kommunikáció, a retrográd Merkur adhat ilyen félreértéseket, nem tudunk megjegyezni. Vagy lehet, hogy nem akarjuk valakinek megmondani az igazságot, nem akarjuk megbántani. Valami van itt a levegőben, valami van. Nem hiába a pozitívumon is ott van egy erős kardkártya, és szúros, egy negatív kardkártya. De megbirkózunk mi ezzel a szúros helyzettel. Blokkolva van az információ. 3 nagyon titokzatos kártyánk van, abból 2 kihúztuk, és itt a negatívumon a hold, a titok, és a főpapnő is maga a titok, a legtitokzatosabb kártya ráadásul. Valami van itt. Valami van. A holdfogyatkozás is olyan, hogy elhomályosítja az embert, jó? A kard, a szerződéskötést, mielőtt aláírunk valamit, járjunk utána. Gyűjteni kell több információt, szakemberhez kell fordulni. Meg kell tudni azt az információt még, meg kell tudni azt a titkot, titkok vannak itt, és nem is egy, több van. Egyébként a főpapnőhöz hozzátartozik a hold. Valami van itt a levegőben. Megyünk tovább. 10-es érmék. Érmék. Nehogy elveszítsük az értékeinket. És érmék, pénz. Egy nagyon erős pénzes kártyát kaptunk, és ahogy mondtam, itt dominál a 2-es és a 8-as szektor, a pénz. A pénz dominál. Belemászhatunk valamibe, és nagy összeget veszíthetünk, vagy kölcsön kérnek tőlünk. Nem biztos, hogy visszakapjuk. Jó, vigyázzunk az értékeinkre, a pénzre, az egészségünkre. Mindenre, jó? Tehát itt ez a tanács. Ez csak tanács. Mindenki azt csinál, amit akar. Na nézzük, mi van itt még. 5-ös tűz energiát kaptunk. Aha, konkurencia. Meg kell küzdeni. Van itt valamilyen küzdés, valamilyen harc. Van itt a levegőben. Valami van. Lehet, hogy valaki, igen, harcolni fog ezért a pénzért. Egy örökségért például. Benne van a pakliban. Nos, van ott egy kártya paklink. Mielőtt elkezdtem ezeket a kirakásokat ma, ugye a kossal szoktam kezdeni, én ezt a kártyapaklit megkevertem, megkavartam, megkuruzsoltam, és letettem. És sorba húzok egy kártyát, tehát már úgy nem nyúlok hozzá, így néha meg szoktam igazítani, hogy szépen, szépek legyenek a kártyák, rendezettek. És akkor a legfelső kártya az az 1-es, a koshoz került, a 2-es, a bikához, a 3-as, az ikrekhez, és így haladok sorban, nem teszek külön egy kártyát, ami éppen nekem szimpatikus, nem. Sorban, ahogyan szépen haladnak a kártyák. Tehát ez a 12-es kártya a halacskáknak a kártyája, és a főpap. Ez nagyon jó. A fenti áldást megkaptuk. Azért a fenti erők itt vigyáznak ránk. A főpap mutathat egy hivatalt is, például valami rendeződik, valamilyen dokumentumot végre itt
kardok dokumentum lehet, megkapunk valamilyen dokumentumot, valamilyen engedélyt. Tehát ha a fenti erők már megadták azt a bizonyos engedélyt, akkor itt is megkapjuk. A főpaphoz hozzátartozik még maga a hagyomány. Húsvét, itt lesz a húsvét, a húsvéti hagyományok például. A főpap maga a templom is. A templom. A keresztelő, az esküvő ide tartozik. A főpap még olyan tanácsot ad nekünk, hogy ne engedjük magunkat meggyőzni. Ne engedjük, hogy az erkölcsi elveinket, a meggyőződéseinket úgy egyszerűen megkérdőjelezzék, vagy valami. Ne tántorítsanak el itt minket, és azért itt kaptunk ilyen kártyákat, ilyen titkot, valami van a háttérben, valaki valamit csak akar ott a háttérben. Járjunk nyitott szemmel, és az észszerű megoldás, az észszerű döntés, az ész dominál. Mindenkinek ezt mondom most áprilisban. Nagyon résen kell lenni, okosan, mérlegelni. Mérlegelni, mielőtt meghozzuk azt a bizonyos döntést. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!